Sziasztok srácok, én Goldi vagyok, és itt vagyunk egy újabb Sotó halála résszel. És igen, egy dombon vagyok, ide tettem le az ágyamat, a harangomat, meg hát kipakoltam néhány dobozt. De hát ugye ott laktunk volna, ugye az előző részben oda felmentem arra a jéghegyre, hogy ott fogunk lakni a tetején, azt lealapozom, de rájöttem, hogy a fakard kevés lenne ahhoz, hogy köveket zúzzak szét, hogy ezt teljesen le tudjam alapozni, meg lépcsőt csinálják, meg teljesen a maga az, hogy leugráljak onnan, nagyon veszélyes volt. Tehát lássátok, ilyen földeket csináltam, hogy fel tudjak oda jutni. És megláttam onnan fentről élőadásban, mert mondtam, hogy élőadásban fogom lealapozni ezt a kis dombot. Mondom, ez tökéletes lesz, mert innen lefele láthatom az erdőt is, és tudok innen gyűjteni fákat, nagyon sok fa van, és itt van egy ilyen kis puszta, és ide tudnák csinálni farmot, vagy bármit tudok ide csinálni, mert ez már az én birodalmam. Leugráltam, és ezt megcsináltam szépen, kivágtam innen a fákat, meg földdel kibővítettem. Még van mit bővíteni, de ugye még a szobáját akarom megcsinálni Sotónak, de nem ebben a részben, mert még mindig nem találtam egy Google képet, vagy valamit, hogy hogyan néz ki Sotó szobája Minecraftba. Szóval maga az eredetit meg tudnám nézni, ugye a egyik részben megnézték Sotó szobáját is, ilyen japán stílusú. A részben most le fogunk ugrálni, igen, amúgy fákjával körbe tettem, hogy ne spawnoljanak ide mobok, vagy valami szörnyek. Le fogunk ugrálni, és az erdőben vágunk egy kis fát. Igaz, gyenge a fakadom, de hát, ja, gyenge. És amúgy van végre pajzsom. Szóval, hol van? Ettem egy kis húsit. És amúgy ez is jó lesz, a birka gyapjú. Mert ugye ebből meg lehet ágyat csinálni, stb. És nem tudom, hogy Sotónak milyen ágya van, milyen színű, szóval nem tudom, hogy be lehet színezni már egy alapból készített ágyat, ami fehér, ugye? Vagy az én sárga, sorry. Ott egy kis malac. Hát a malac most nem lesz jó, mondjuk a húsa az jó. Itt is van egy kis malac, szia Röfi. Ó, de gyönyörű, virágos mező, rét, vagy bánat tudja mi ez. Ú, de szép virágok. A természet nukleáris veszélye. Jó, például ezt a fát is kivágom itt. Ilyen fehér fa valamennyire különb? Vagy olyan ilyen epic, szóval ilyen, most van ez a barna fa, ugye a fák általában barnák, és most ez így, ez most a fehér fa az ilyen különleges? De mindegy. Méhecskék! Méhecskék! Méhecskék. Várjatok, ha most leszedem a négy dobozt, meg fognak csípni? Most így most barátságosak. Hozzunk meg. Ajjaj, inkább menjünk visszafele szerintem. De ide, merre vagyunk? Azt se tudom. Szerintem fákjával megjelölöm. Ott van a házam. Ott világít. Hoppá. Skeleton. Ó, de ne! Futás? Nem látok semmit. Ne. Hol a házam? De ne. Nem tudom, hol vagyok. Ne! Itt van a házam valahol! De ne. Le kell ugrálnom. Ne! Ne bassza meg! Na ugye, én meghaltam a Sotó halálába. Ugye az első részben elmondtam, hogy amiatt ez a cím, hogy Sotó halála, mert ha egyszer meghal Sotó, vagyis a Minecraft karakterem, akkor vége a sorozatnak. Te ott. Vagyis te ez. Most ez vagy te. Nagyon szuperül nézel ki. Ugye te is adnál egy új életet Sotónak, hogy ne így ilyen szégyen teljesen haljon meg. Mert Jézusnak is két élete volt. Igen, adsz. Jó van. Ne!
Istenem. Oh. Itt vannak lazacok. Ezek bántanak? Szerintem? Gyere rám. Jó. Kaptam husit. Gyorsan! Felvettem? Mennyi damage jelsz? Te kis aranyos. Hoppá! Hoppá! Bemérgelődött! Ah! A seggem! Megcsípett! Még mindig csíp. Oh. Jó van. Ugye ide nem tudom. Ó, oh, hello! Te vagy az? Én nem bántottalak előbb. Láva! Jaj, láva! 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 Baszki, de menő! Jól, akkor tudjuk, hogy itt méhecskék vannak, és van láva. Méhecske, láva, méhecske, láva. Láva, méhecske! Hát jégkirály, itt vagy! A jég! Birodalomba kerültünk. De menő! Hát, ha nem találkozok jég királlyal a Minecraftba, akkor nem hozom le a videót belőle. Vagy jeges macik is lesznek? Ön csúszok a jégen? Csúszok. De ez milyen menő? Mindig is az volt a vágyam, hogy egy ilyen helyen lakjak. Nem tudom miért, csak olyan menő. Ja, ez is az. De ez olyan hülye alakja van. Ez olyan tökéletesnek néz ki. Na, ugye el ne tévedjünk, mert hazafele is hazafele kellene jutni, XD. Ó, de menő. Hoppá. Hogy itt lefekszem? Lehet veszélyes ide lefeküdni? Hát... Jó, hogy lefeküdtem. Jó, hogy nem indultam el, hát... Ott vannak a creeperek. Hoppá, creeper. Tekni! Teki! Ahogy a teknős, vagy az egy creeper ott van mellette. Te cuki, kettő is! Takarodj már, te hülye pók! Gyere te! A tekik? Ne! Tekik! Ne mondd már! A creeper felrobbantotta őket. Kegyetlen az élet. Jeges maci! Jeges maci! Jeges maci! Szió! Szió! Nem fenekedett, mondtad. Szió! Hogy vagy? De jó! Ti nálatok, amíg életemben nem találkoztam. Szia! Ha megütöm, bent. Még ez logikus. Most érted, bemész valahova, egy mit tudom én, szórakozó helyre, vagy bárhova. Most érted, a boltba megütsz valakit, nem fog megtámadni egyáltalán, nem fog reagálni rá. Ugyanúgy békés állat lesz. Jó, van egy kis baj. Elfelejtettem, hogy honnan jöttem. Innen? Próba. Most így gondolkozni. Fogok. Azt mondja, hogy... Hát így nem láttuk, hogy akkor erre fele? Erre fel akkor. Ellentétes, várjam, hogy jó hülye vagyok, ott a térkép. Hát ezen nem tudom, ki fog el igazodni. Oh! Ne! Jó van. Vissza fogok jönni ide. Vissza fogok jönni ide, mert... Szia, Maci! Szóval vissza fogok jönni ide, mert
Én itt valamit akarok, valamit. Erre, az a nagy jegy. Az. Erre. Valahogy nem rémlik. Ez a sok fehér fa. Nem. Láva! Megvan, itt vagyunk, jó. És akkor innen láttuk. Jó van, akkor ide. Ez nem fog fájni nagyon, ugye? Hát egy picit fáj. Szóval, most... Mit tudom én. Csinálok egy... Mit tudom én mit. Szóval... Hogy a lávába menjek. Szóval ezzel jelzem azt, ezzel a gyönyörű... A zombi! Gyere, baszki! Beszaltam egy picit, de csak amiatt, mert magyaráztam, hogy ha jövünk erre, akkor ez lesz a jég szimbóluma, hogy itt lesz a helyünk. Hajj már meg! Ne, menj bele a lávába, ne! Eldobta! Ez az, nézed már mennyire menő a sotó. Hát igen, fel van szerelkezve azért. Már csak egy cipő kellene meg a nadrág is, vagy nem tudom, élőadásba csinálják meg a lépcsőt. A házat nem akarom élőadásba, mert miért ne? Hát ha megígértem, hogy videóba akarom megcsinálni a házamat, akkor abba is fogom megcsinálni, csak az lesz egy fél óra, órás rész, amit meg kell vágnom egy lomot, már jön fel a hold. Megcsinálom a sotónak a szobáját, akkor írja le kommentbe, de ha azt akarjátok, hogy mi a fa? Esik az eső, hát erre nem gondoltam. Így jönni. Ott vanni. Jó van. Igaz. Nem pont a izével szembe. Szóval nem így, de... De valahogy megoldottam. Szóval így nem fogok elázni. Mondjuk az elázás annyira nem, csak attól félek, hogy belém csap egy villám. Mondjuk akkor ez kigyullad. De legalább nem belém csap a villám, szóval... Jó. Na cipőm is van. Jó van, már csak egy nadrág kell. Már csak egy nadrág kell. Jól van. Jó van. Már csak egy pajzs kell, meg egy nadrág is, akkor eléggé fel. Na de szerintem legyen ennyi ez a rész, akkor vagy élőadásba, vagy videóba megcsinálom a szobámat, vagy sotónak a szobáját. Remélem Google-ről le tudok menteni egy képet, vagy valami videó van az interneten, hogy hogyan kellene megcsinálni sotónak a szobáját a Minecraftba, vagy ha nem, akkor tényleg a... Ugye az egyik évadban volt az, hogy a szobájukat körbenézték, amikor beköltöztek ugye a UE-be, és akkor megmutatták sotónak a szobáját, és akkor elpróbálom hát lemásolni, biztos nem egy 90%-os lesz, hogy teljesen hasonlítani fog, de megpróbálom a japán stílusúra. Meg ha nincsenek azok a dolgok, ami sotónak a szobájában vannak, szóval mit tudom én mik, azokat majd beszerzem. Elég a maga a szobának az alakját, meg az ágyat, meg a polcokat megcsinálni szerintem egyelőre. És akkor jövök még videókkal. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, és akkor alszok egyet. Hidd el, hogy én várok rád, rajtad nem látok át. Elég pár hónap, de én nem igazán járok át. Mondtó vagy százba, de azt hiszed szerelmes, én nem érzem át a pátoszát. Én végig komoly voltam, te csak nevettél. A szavam igaz volt, de te csak nevettél. Én végig komoly voltam, te csak nevettél. Nevettél. Onnan jöttünk, ahova tartunk. Ennyi út mi sosem akartunk.